Now I want to open the floor for questions. És most szeretnék teret engedni a kérdéseknek. But how can we reconcile this with the idea that Jesus' victory was not sure? Let's look at second Timothy. So how can we reconcile the fact that Jesus was slain from the beginning of the world, but and man was given grace, and at the same time it was not sure if he would succeed. Yes. How do we question that maybe salvation was in the balance on the cross? Tehát akkor hogyan tudjuk ezt a gondolatot beilleszteni, hogy a megváltás az a kereszten függött, dőlt el. I'm going to read a certain verse, but let me say something first. Szeretnék egy igét felolvasni, de még azelőtt mondanék egy dolgot. I expect to be saved. I expect to be saved. Én arra számítok, hogy én üdvözülni fogok. But God already knows. De Isten az, aki már ezt előre tudja. What will happen to me? Hogy mi fog velem történni. God knows all things. Isten mindent tud. When we speak, amikor mi beszélünk, we have to speak with uncertainty. Akkor mi egy bizonyos fokú valószínűséggel, bizonytalansággal tudunk csak beszélni. Because we have to take our limitations into consideration. Mert a mi korlátainkat is figyelembe kell vennünk. But God always knows everything. De Isten mindig is tudott mindent. And God knew from the beginning whether Christ would fail or he would succeed. És ezért Isten kezdetől fogva tudta, hogy vajon Krisztusnak sikerül-e majd, vagy nem. But in spite of God's knowledge. De Isten minden tudása ellenére is. There was a struggle on the cross. Volt egy küzdelem a kereszten. And because of this struggle, there was a possibility that Christ might have failed. És mivel volt egy ilyen küzdelem, ezért meg volt a lehetőség is annak, hogy Krisztus talán elbukik. When Michael went to raise Moses from the dead. Amikor Mikael elment, hogy feltámaszta Mózest a halálból. Do you remember Satan presented himself? Akkor talán emlékszünk rá, hogy Sátán megjelent. He was saying, how are you raising this man from the dead? És azt mondta neki, hogy hát hogy képzeled, hogy feltámasztod ezt a halottak közül? No price has been paid for him. Hát még semmi nem volt kifizetve érte. And God, Jesus did not have an argument. És Jézusnak ez ellen nem volt érve. Because he really had not paid the price. Mert tényleg nem fizette még ki az árat. But he was acting on God's foreknowledge. De ő Isten minden tudására alapozva cselekedett. And so he said, the Lord rebuke you, Satan. És azt mondta, hogy az Úr dorgáljon meg téged, te Sátán. And if Christ had not died, Moses and Elijah and Enoch would have had to come back from heaven. És hogyha Krisztus nem tudott volna minket megszabadítani, akkor Mózesnek, Illésnek, Énoknak vissza kellett volna jönni és meghalni. But let's look at these verses in 2 Timothy chapter 1. De lapozzuk most fel az igét Timóteushoz írt első levélnél, az első fejezetnél. Bocsánat, a 2 Timóteus első fejezeténél.
It says, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Tehát 2 Timóteus 1:9-10-ben ezt olvassuk, hogy aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most, ami megtartunknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. When was this salvation given to us? Mikor adatott nekünk ez az üdvösség? What does verse 9 say? Mit mond a 9. versáról? Before the world began. Örök időknek előtte. Doesn't he say this in the Before eternal times. Before eternal times. Tehát örök időknek előtte. But although it was given to us from that time. De annak ellenére, hogy attól az időponttól kezdve már megadatott. It only appeared to our eyes. A mi szemeink számára csak akkor jelentetett meg. When Jesus came to earth. Amikor Jézus lejött erre a földre. Isn't that what it says in verse 10? Ezt mondja a 10. versben. So Jesus brought the truth to light. Ezért mondja a Biblia azt, hogy Jézus világosságra hozta az igazságot. But this salvation was in Christ from the world began. De ez az igazság, ez az üdvösség, ez már a világ alapítása előtt, örök idők előtt ott volt Krisztusban. That's why people could be saved even before Jesus died. Ezért lehetséges csak, hogy az emberek már Krisztus halála előtt megmenekülhettek és üdvözülhettek. I'm not sure if it's a perfect answer, but it's the best answer I can give from the Bible. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz a Bibliából. Úgy látom, hogy mindenki fáradt egy kicsit. And I like to think everybody looks like they understand. És szeretném azt gondolni, hogy mindenki érti is, amiről itt beszéltünk. If you really have no questions, then it is good. Hogyha tényleg nincsen senkinek több kérdése, az azt jelenti, ez valószínűleg jót jelent. It means that I've been a good teacher and it is very clear. És ez valószínűleg azt jelenti, hogy a tanítás az világos volt. Thank you very much. Köszönök szépen mindent. Akkor imádsággal zárjuk le alkalmunkat. Kegyelmes mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a csodálatos tervet, amit te kezdettől fogva előre elterveztél a Krisztusban, hogy megmentesz minket, hogyha védkezünk is. Köszönjük neked, hogy a te bölcsességed az ott is talál utat, ahol az ember egyet sem lát. Köszönjük, hogy te megmentettél minket abból a rettenetes gödörből, amiben Ádám sodort minket is. Kérünk téged azért, hogy világosíts meg a mi értelmünket, hogy felfogjuk a te szeretetednek és a te kegyelmednek végtelen gazdagságát, szélességét és magasságát és mélységét is. Kérünk azért, hogy te ragyogtasd fel előttünk a Krisztust, akiben üdvösségünk van. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a tanítást is most, és köszönjük azt, hogy te nem titkoltad el előttünk a mi valódi állapotunkat, mint ahogy napjainkban sokszor az orvosok ezt teszik, hanem te világosan megmondtad nekünk, hogy mi a mi betegségünk és a mi problémák, és te nem csak feltártad előttünk, hanem megoldást is adtál, a lehetetlen megcselekedted értünk. Köszönjük, atyánk, azt, hogy
te még az átkot is kegyelemmel elegyítetted idáig, és szeretnénk kikerülni az arról az átok alól, mielőtt kiteljesedik a világban. Kérünk téged, Atyánk, azért, hogy irányozd a mi tekintetünket Krisztusra, és az elkövetkező előadásokban is te add, hogy ezt még jobban meg tudjuk érteni, és szívünkbe tudjuk fogadni, hogy örök igazság legyen a mi életünkben is. Te véghez vihess bennünk is az elkezdett jó munkát a Krisztus napjára, a te kegyelmedből, a te fiad által. Amen. Amen.